Szerdán, szeptember 1-én kapják meg a megyei iskolák többségében az új tankönyveket a diákok. Ma már minden évfolyam ingyenesen juthat hozzá a csomagokhoz. Jelenléti oktatással készülnek, de mármikor át tudnak állni a pedagógusok a digitális munkarendre. Iszák Tibor, a Nemzeti Pedagóguskar elnök helyettese azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy az elmúlt másfél év számos tanulsággal járt. Ezekben a térségekben vettük a hagyományos papírtól és különböző applikációs eszközök használatát, és eljutottuk a családokhoz, majd azok meghatározott időre visszajutották. Természetesen ez egy sokkal kisebb léptékű előrehaladást okozott, de azt tapasztaltuk, hogy az előrehaladás az nem állt meg, tehát folyamatos volt a munka, és természetesen sok esetben a szülők olyan szinten kerültek ebbe a munkába, és rájöttek arra, hogy nem is olyan egyszerű a tanítás, nem is olyan egyszerű az iskolai munka, és a pedagógusoknak a szakmaiság egy kicsit azt gondolom fel is értékelődött ebben az időszakban. Úgy gondolom, hogy ezt a közös munkát meg kellene tartani. A járvány mellett a másik megoldandó kérdés a pedagógus hiány. A Nemzeti Pedagógus Karnak saját felmérése nincs arról, hogy hány új tanítóra és tanára lenne szükség. Iszák Tibor elnök helyettes azt mondta, az egyetemi tanárképzés rendszerén kellene változtatni, valamint egyedi megoldásokat kell alkalmazni. A fehérgyarmati Deák Ferenc általános iskola és gimnázium igazgatójaként például pedagógus klubot hozott létre. Jelen pillanatban is vettem fel 5 pályakezdő fiatalt, de már mi több mint egy éve elkezdtünk egy projektet ebben kapcsolatban, alakítottunk ki egy pedagógus klubot, és én arra figyelek, hogy a tőlünk az iskolából elmenő érettségiző fiatalok, akik pedagógus pályára készülnek, azok már ebbe a klubnak a tagjai legyenek, nyomon kísérjük őket, mentoráljuk, hozzuk be a fiatalokat, és így megpróbálom egy ilyen lokális szinten ezt valahogy orvosolni, kezelni. Nekünk is vannak persze problémáink, kisiskolákban gondolom több ilyen probléma van a szakos ellátottságot illetően, ott pedig megpróbáljuk egymást úgy kisegíteni, hogy az áttanításokra mindenféleképpen szükség van. Szeptember 1-én az ország összes általános és középiskolájában becsengetnek. Az őszi szünet október 23-án, a téli szünet december 22-én, a tavaszi április 14-én kezdődik. A 2021-22-es tanév 2022. június 15-éig tart.